Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Bronzérmével sporttörténelmet írt az iStudio Futsal Nyíregyháza. Két 15 ezer dollár összdíjazású versenyt rendeznek a Marsó Teniszcentrumban. Ezüstérmet szerzett Tarjányi István a São Paulo-i világkupa versenyen. Négy nyíregyházi atléta is tagja a római ebére utazó magyar csapatnak. Harmadik lett a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as lány röplabda csapata. A harmadik helyen zárta a bajnokságot az NB1-ben, és ezzel sporttörténelmet írt az iStudio Futsal Nyíregyháza. Nagyon örülünk ennek a teljesítménynek, hogy ez így kijött belőlünk, és meg tudtuk venni a Berettyóújfalut, amit tényleg, tehát szakmán belül se gondolt senki, hogy mi itt képesek leszünk erre, viszont az első meccsen ez a büntető párbajos győzelem az nagyon sokat segített ebben, és a második meccsen itthon pedig egy, nem mondom azt, hogy álomjátékkal, de egy nagyon-nagyon nagy győzelmet arattunk. Azután volt az a nagy arányú vereség, de az egyébként benne volt a pakliba, mert nem voltunk még ilyen helyzetben, kisárgultunk, sérültek lettek, újabb sérültek lettek, és nagyon elfogytunk. Viszont az utolsó meccsen, hétfőn, a negyedik mérkőzésen ott aztán mindenki mindent beladott, és szerencsénk volt, és ott egyébként szerintem azon a meccsen játszottunk a legjobban. Remek kapus teljesítmények voltak ezen a bronzcsatában mindegyik mérkőzésen, és ezért is tudtuk ezt a bronzérmet megszerezni. Ezzel a bronzéremmel mindenképpen történelmet írt a csapat. Benne volt ez a bajnokság kezdetén, vagy ha azt is nézhetjük a rájátszás mérkőzését tekintve? Meg volt fogalmazva egy reális cél bajnokság előtt, hogy a felsőházba jussunk. Ahogy ez megtörtént, utána újabb reális célt tűztek ki a vezetők. Ott pedig a negyedik hely megszerzése volt, mivel ezt is teljesítettük, ezért nem mondták ki, de bíztak abban, hogy mindenki átérzi ennek a fontosságát és a jelentőségét is, hogy tényleg történelmet tudunk írni, és szerencsére ezt megtettük, és nagyon boldogok vagyunk, mert így tényleg felkerültünk a futsal térképre, és arra a könyvekben is ott leszünk, tehát a harmadik helyzetet ugyanúgy jegyzik. Borzasztó nagy siker ez ennek a városnak is szerintem, mert ilyen még nem volt, és rendkívül jó volt látni, hogy ennyien kijöttek és megtöltötték szinte az arénát. Ezt külön köszönjük a szurkolóknak, mert nagyon nélkülük nem sikerült volna. Remek biztatást kaptunk az utolsó mérkőzésen. Néha kirázott a hideg is engem a kispad előtt, hogy ez nagyon jól esett, és tényleg, tehát a hangukat is hallatják a szurkolóink, és ennek nagyon örültünk, és ez is kellett ez a sikerhez. Több összetevős, ezt mindenki tudja, de minden a végén a helyére került. Lehet-e kell egyáltalán ilyenkor valakit egyénileg kiemelni? Egyénileg nem szeretnék, mert nincs értelme, ez csapatsportág, viszont voltak nagyon jó egyéni teljesítmények. Itt tudom mondani a Gregorit, a Manekát, a Ricsit, a Norbit, a kapuba Martin visszatért és kiválóan védett az első meccsen, a Sanyi az egész szezonban hozta azt az átlagot, és ő is meg tudott újulni, és rendkívül magas szinten védett a Szabó Lali, tehát ő novemberben csatlakozott hozzánk, és ő is megmutatta azt, hogy miért igazoltuk le gyorsan. Illetve a régi motorosok, tehát a Robiék, a Csoki, ők is hozzátették a maguk kis szeletét ebbe a tortába, és jó volt látni őket is, hogy felnőnek a feladathoz, és igenis meg akarják mutatni, hogy helyük van itt, és lehet rájuk számolni és számítani. Talán így tudnám jellemezni az egész csapatot, és Tamásnak is ugyanannyi szerepe van, meg a Szabinak is benne, hogy ez sikerült. Tényleg mindenkinek, a városvezetésnek, mindenkinek köszönjük, hogy mindent lehetővé tettek, hogy ez így alakuljon, és támogattak minket, és biztattak minket, amikor olyan formában voltunk. Az arénának is köszönjük, hogy mindent igénybe tudtunk venni, ami a lehetőségekhez adott, és tudunk használni. A játékosok, ez hatalmas csapatsiker összességében, és ennek örök a legjobban, hogy csapattá értünk itt a bronzcsatába, és ez a jövőre nézve ez nagyon, nagyon nagy dolog, és jót vetít előre is. Ha már a jövő, a csapat rohamléptekkel jutott el az NB3-tól az NB1 harmadik helyéig, mi lehet a következő cél, és milyen csapattal?
Reális célt fogunk kitűzni jövő szezonba is, mert csak így van értelme. Nem szeretem azt, hogyha nagyon-nagyon-nagyon nagy az elvárás, mert ezek a játékosok, akik feljutották a csapatot és még itt vannak, és nem olyan profi játékosok, mint akiket hoztunk, ők még nem biztos, hogy elbírják ezt a terhet. Viszont, ahogy Tamás szokta megfogalmazni, lépésről lépésre haladunk, és hogyha jövőre egy ugyanúgy bronz csata lesz, én akkor se leszek elkeseredve, viszont a hőállított állam az az, hogy bajnokcsapat legyen Nyíregyházának, egy újabb bajnokcsapata, és ennek fogunk alárendelni mindent, de ezt nem fogjuk kimondani, mert nem tartunk még ott, érzésem szerint, viszont nagyon jó úton haladunk e felé. Két 15 ezer dollár özdíjazású teniszversenyt rendeznek június 10-e és 24-e között Nyíregyházán. A Marsó Tenisz Centrumban 6 pályán ütik majd a labdát. Főleg a férfi vonalon most van egy 15-20 olyan játékosunk, ilyen 17 és 20-21 év között, akinek nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több hasonló versenyen tudjanak bekapcsolódni és megízlelni a profi tenisz világát. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon ezt a 8-as számot is még minimum a duplájára kell majd növelnünk. Ehhez az idei ez egy jó évkezdet, és az, hogy Nyíregyházán egymás után két verseny tud lenni, az azért is nagyon jó, mert akkor itt a főtáblákra ugye 4-4 wildcardot tudunk osztani, és úgy fogjuk elosztani, hogy 8 különböző játékosnak adunk lehetőséget a főtáblán játszani, és ezen kívül a 64-es selejtezőbe is meg biztos, hogy legalább 10-12 magyar játékos fogja tudni magát kipróbálni a profi tenisznek ebbe az első vonalú világában. Mennyire fontos ugródeszka ez a szint a feltörekvő fiataloknak? Ugye azt mondhatnám, hogy ez egy kihagyhatatlan, tehát a világ legnagyobb játékosai is itt kellett, hogy elkezdjék a 15 ezer dolláros versenyeken, és még egyszer azt gondolom, hogy az, hogy itthon hazai környezetben relatíve kevés pénzügyi ráfordítással tud egy 15-16-18 éves fiú vagy lány játékos 5-6-8-10 versenyt lejátszani, szerintem azért az óriási segítség ahhoz, hogy az első ATP vagy WTA a nők esetében világranglista pontjaikat meg tudják szerezni. Ehhez szeretnénk mi nekik minél több segítséget nyújtani. Tavaly egy verseny volt, most kettő lesz egymás után, a körülményeket ismerik a szövetségben, elképzelhető, hogy belátható időn belül szintet tud lépni Nyíregyháza. Mindenképpen ebben gondolkozunk. Már idén is gondoltuk arra, hogy esetleg legyen egy 15 és egy 25 ezer dolláros verseny. Ugye itt még ITF-ekről beszélünk, de a Norbiék már ambiciózusan felvetették egy kisebb challengernek is a gondolatát. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy hosszú távon több versenyt is szeretnénk idehozni, más versenyeket is, akár nemzetközi junior versenyeket is, tehát azt gondolom, hogy minden szinten Nyíregyháza már bizonyított, és tényleg, hogyha itt az infrastruktúra is tovább tud fejlődni, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen egy fontos szereplője kell, hogy legyen a magyar teniszsport és a versenyrendszer életének a Marsó Teniszklub. A tavalyi egy verseny után idén két versenyt rendeztek egymás követően, két héten keresztül pattog majd a labda salakos pályákon. Mekkora előkészületet igényelt ennek a két versenynek a megszervezése? Rengeteg szervezési feladat van, szerencsére ebből már van egy kis rutinunk. Évről évre tetten érhető Nyíregyházán egy ilyen fajta fejlődés, aminek rengeteg alapillére van. Nagyon sokat köszönhetünk Nyíregyháza város támogatásának, hiszen az elmúlt 5 évben megújult a teniszlétesítmény, és a két verseny pedig a forrást a teniszszövetség biztosítja. Ebben nekünk annyi szerepünk van, hogy szerencsére az elmúlt 7 évben már sikerült a Magyar Teniszcentrum bebizonyítania, hogy alkalmas arra, hogy ilyen rangos eseményeket lehessen szervezni Nyíregyházán. Nagyon sok versenyző nevezett, lesz sok magyar játékos is, szurkolhatnak-e nyíregyházi teniszezőnek, akik kilátogatnak a versenyre? Természetesen, Závadszky Milánnak, a Marsó Teniszcentrum játékosának tudunk szurkolni, a 6 főtáblás magyar játékos mellett. Őket kiegészíti még 10 magyar versenyző a kvalifikációs körökből, így körülbelül 14-16 játékosra lehet számítani, akinek a nyíregyházi és remélem a megyei szurkolók fognak követni elkövetkezendő 2 hétben, és Fajta Péter pedig címvédésre készül Nyíregyházán, ami bízom benne, hogy sikerülni is fog.
Ugye két versenyről van szó, 10-én indul az első, optimálisan, ha az időjárás nem szól közre, mikor lesznek a döntők a két versenyen? Minden elődöntő és döntő szombat vasárnapra esik, tehát az első hétvégén lesz az első elődöntő, aztán vasárnap a döntő, aztán a következő héten pedig ugyanez a program, közben elkezdődik a foci ebbé is, úgyhogy a Marsó foci mozi óriási kivetítékkel készül Nyíregyházán, a Sóstógárdenben, amit szintén lehet követni. Azt szeretnénk, hogyha a Marsóról nem csak a gumiarban sütne az embereknek az eszébe, hanem a sport, az aktív kikapcsolódás is. Fontos kérdés még, ugye nem belépő díjas rendezvény, bárki bármennyi időt eltölthet és élvezheti a teniszt. Ez óriási dolog egyébként. Ilyen rangos 250-300-as játékosok általában már ATP tornán is megfordulnak. Ott azért súlyos belépők vannak, plusz még az utazási költség, hogy ezekre a helyekre eljusson az ember. Itt természetesen Nyíregyházán ingyenesen mindenki megtekinteti ezeket a meccseket. A következő két héten, mint egy Grand Slam, egy kis mini Grand Slam. Tavaly egy, idén pedig már 15 000 dollár díjazású teniszversenyt rendeznek Nyíregyházán. Milyen helyet foglalnak el a város sport mellettáján ezek a nemzetközi viadalok? Ez nagyon fontos önmagán a teniszen belül is, ugye korábban volt vidékbajnokság, korosztályos országos bajnokságok, régiós versenyek. Ez az a szint, amikor már nemzetközi versenyeket tudunk rendezni. Tavaly egy volt, most kettő egymás után. Ez már a turizmus szempontjából, a sportturizmus szempontjából is sokat jelent, de elsősorban a tenisznek jelent sokat, és azon belül is azt gondolom az utánpótlásnak, a gyerekeknek, hiszen ilyen játékosok jönnek ide, ilyen meccsek lesznek, és a közönségnek is van miért kimenni a stadionba. Elhangzott, hogy sok fejlesztés történt az elmúlt években a teniszcentrumban, hamarosan elkészül a stadion, és ugye a teniszpályák a stadion területén vannak. Van-e esetleg olyan elképzelés, hogy ott folytatódik majd tovább a fejlesztés? Természetesen ez így, ahogy el is hangzott a sajtótájékoztatón, már 19-ben, 5 évvel ezelőtt elkezdtük a teniszszövetséggel, de hát ugye a Covidos évek, háború, most a költségvetés nem úgy áll, de én azt remélem, hogy rövidesen elkezdődhetnek a tervek készítése, és hát itt Nyíregyházán gyakorlatilag már ez lenne a következő jelentős sportinfrastruktúra beruházás, aminek nyilván az a célja, hogy elsősorban a nyíregyházi teniszezőknek minél jobb körülmények legyenek, de az is, hogy ilyen nemzetközi versenyeket tudjunk idehozni. Ezüstérmet szerzett karcakákban Tarjány István a São Paulóban megrendezett világkupa versenyen. Ezzel biztossá vált, hogy a nyíregyházi kerekes székes vívó ott lesz a párizsi paralimpián. Ez is egy nagyon távoli verseny volt São Paulóban. Nem is inkább a körülmények, hanem az a hosszú utazás. Tehát az engem nagyon megtörés, elfáradok tőle. Tehát ilyen 13-14 órát repültünk, akkor előtte 10 órát várakoztunk Isztambulban átszálláskor, úgyhogy ez nagyon fárasztó. De a körülmények azért jobbak voltak, mint például Tájföldön. Jó volt a szálloda, jó volt a versenyhelyszín, egy kicsit a transfer az hagyott némi kívánni volt maga után, de összességében kárpótolt az ezüstérem, amit sikerült megszereznem. Az első körben kiemelt voltam, tehát csoportot nem vívtam, hanem utána a táblán az első körben kiemelt voltam, és utána a 16-ban már így azonnal bekerültem, és akkor így szépen meneteltem a döntőig. Kivel visszad a döntőt, és milyen eredménnyel zárult? A döntőt a nagy rutinos és nagyon erős Lengyel Kászlóval vívtam, akit sikerült Egerben az első kvalifikációs versenyben megvernem. Most nem sikerült, most ő diadalgalmaskod, de majd reméljük, legközelebb összekerünk, akkor én fogok győzni. Hivatalosan még nem hirdették ki a párizsi mezőny, de gyakorlatilag, mivel harmadik vagy a világranglistán biztos a helyed, gondolom húszok egy vonalat, és következik 3 hónap, ahol már a paralimpia van a fókuszban. Hogy tervezed ezt az időszakot? Igen, tehát ez most lezárult, a kvalifikációs időszak. Tényleg biztos kiútó vagyok, tehát még a névsort nem kaptam meg, de nagyon meglepődnék, hogyha nem szerepelnék rajta. Most egy kis pihenés azért kell, hogy feltöltődjek, és utána pedig kezdődik egy nagyon erős és kemény felkészülési időszak. Lesz-e még versenyet Párizsig? Még lesz egy nem kvalifikációs verseny, egy sima világkupa, ami már nem számít be, a kvalifikációban viszont a világranglistában beleszámít.
Itt egy kis taktikázások biztos, hogy lesznek, de engem már megelőzni nem tudnak a ranglistán. Bár már a São Paulo-i világkupa verseny előtt sejteni lehetett, hogy István kijut a párizsi paralimpiára, az ott szerzett ezüsttel, ez biztossá vált, de nem is erről kérdezének, hanem arról a két éves időszakról, ami felölelte a kvalifikációs időszakot. Nagyon komoly két év áll mögöttünk. István nagyon-nagyon jól kezdte a kvalifikációs időszakot. Világkupát nyert, EB ezüstérmet nyert, utána volt egy kis holdpont, de hát ez természetes, minden versenyzőnél van, és a végére, a kvalifikáció végére az utolsó versenyeken megint stabil élemszerző volt, és ezzel biztosan kvalifikálta magát. Kint volt István Tokióban is, most ott lesz Párizsban is, lehet-e valamilyen párhuzamot vonni a két kijutás között? Mindenképpen Tokióban még számolgatni kellett és izgulni a végén, hogy meg lesz-e, itt meg már a brazil versenyre úgy utazott ki, hogy tudtuk, hogy meg lesz. Ugye fejlődik a mezőny ebben a sportágban is, a kerekes székes vívásban is, fejlődik el a versenyzőknek is. A világranglistán harmadik, a kvalifikációs világranglistán is harmadik István, ami azt jelenti, hogy ott van a szűk élmezőnyben. Milyen mezőnyre, milyen ellenfelekre számíthatok Párizsban? Csak rendkívül kemény ellenfelek, tehát ebbe a világba, aki kijut egy olimpiára, azok a legjobbak a világon. Meg lehet-e fogalmazni konkrét célt Párizst illetően? Ugye gyakorlatilag az elmúlt világkupa versenyekről, EB-ről éremmel tért haza is van, tehát gondolom valamilyen medálban gondolkodtok. Azt gondolom, hogy aznap, amikor vívni fog, a lehető legjobbat kell kihozni abból a napból. Négy nyíregyházi atléta is tagja a római Európa-bajnokságra utazó magyar csapatnak. A magasugró Bakosi Péter és a gyalogló Hellebrandt Máté mellett a diszkoszvető Szikszai Róbert és Kerekes Dóra is rajtozál Olaszországban. A létszámmal elégedett vagyok, hiszen a tavalyi világbajnokságon öten indultak. Most azért négy, mert Boros Bence nem tud kimenni, hiszen váltót nem indítanak. A magyar csapat nem indul váltóban. Akik kijutottak ugye Bakosi Peti magasugrásban, Hellebrandt Máté 20 kilométeres gyalográsban, és a két diszkoszvetőnk, Kerekes Dóra és Szikszai Robi, hogy milyen eredményeket várok, én azt mondom, tiszta sejtállást, hiszen ez az év nem volt egyszerű, egyrészt sérülésekkel bajlódtak a versenyzőink, Szikszai Robi és Bakosi Peti még most épült föl. Egyedül Kerekes Dóra az, akinek nem volt különösebb problémája. Máté egy hosszú felkészülés után megy ki Rómába, és ott fog versenyezni. A lényeg az, hogy ott vannak, és gyűjtögethetik a pontokat, a nemzetközi pontokat az olimpiára, aminek az utolsó határide június 30-a lesz. Miközben ők Rómában versenyeznek, itt is lesz egy verseny a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, sőt nem is egy verseny, hanem több verseny mondhatjuk úgy. Kik indulnak, milyen korosztályok indulnak? Elsődlegesen a fiatal korosztálynak lesz egy régiós versenye, tehát a 13-14-15 éveseknek. Ez a Dunán Innenni Egyesületeknek a versenye. Második forduló, az első már megvolt Gödöllőn, és nagyon sokan neveztek, összesen 707 indulási, illetve rajt nevezés van, ebből pedig több mint 100 nyíregyházi versenyző lesz. Én bízom benne, hogy a fiataloknak ez a pálya olyan lehetőséget ad, hogy jó eredményeket fognak elérni, és a serdülő verseny mellett pedig azoknak a felnőtt, akik nem jutottak ki az Európa-bajnokságra, rendezünk még versenyeket, hogy egyrészt jobban fel tudjanak készülni a magyar bajnokságra, illetve itt eredményeket elérve akár olimpiai pontokat is gyűjthetnek. Nagyon sokat készültél, már volt több versenyed, az idén mégis speciális a helyzet, hiszen június elején már egy Európa-bajnokság. Milyen formában, milyen tervekkel utazol Rómába? A pályafutásom során még nem volt ez hasonló, hogy már június elején egy ilyen komoly nemzetközi versenyen vegyek részt. A felkészülésünk jól halad, bár még nem vagyok csúcsformában. Mi az olimpiára szeretnénk összpontosítani. Ettől függetlenül most is mindent meg fogok tenni, hogy jól sikerüljön ez a verseny. Azért is, mert ez még bőven beleszámít az olimpiai kvalifikációba. Szóval jó időt kell gyalogolnom, és jó helyen is kell célba érnem.
És az edzések során úgy láttuk Józsibával az edzőmmel, hogy erre minden esélyem megvan, mert kezdek jó formában lenni. Viszont azt látjuk, hogy a mezőny az nagyon erős, lehet érezni, hogy olimpiai éve van, és mindenki nagyon jó formában van, szóval nehéz dolgom lesz. Mikor kezdődik a 20 km-es gyaloglás, és mit tudsz a körülményekről? Az én versenyszámom szombaton lesz, este 6 órakor lesz a rajt. Az lesz az érdekes, hogy most a stadionból fogunk indulni, megteszünk egy fél vagy egy teljes kört, és utána fogunk kimenni a stadion melletti aszfaltos útra, és a stadionba fogunk visszaérkezni. Ez elég ritka, mert általában kint szoktunk rajtolni és célba érni. Ennek nagyon örülök, mert ennek megvan egy nagyon jó hangulata van, hogy a teli stadionból, jó hangulatból indulunk. Egy parkos részen leszünk, bízom benne, hogy sok árnyék lesz, mert egyébként meleget mondanak hétvégére, és nálunk azért az időjárás az elég nagy befolyásolási tényező. Lesz-e még lehetőség az EB után ranglista pontokat gyűjtened? Igen, lesz. Június 22-én és június 30-án rendeznek egy-egy országos bajnokságot Budapesten. Az első az egy 10.000 méteres verseny, ez az utolsó, meg egy 5.000 méteres verseny. Ez azért is lesz fontos, mert az országos bajnokságokért bónuszpontokat adnak a világranglistán, ami szintén beleszámít az olimpiai kvalifikációba, ahol én most a 44. vagyok, és az első 48 jut ki az olimpiára. Szóval nekem még meg kell erősítenem a pozíciómat, és pontokat kell gyűjtenem, és bízom benne, hogy június 30-án, amikor lezárul, akkor benne leszek az első 48-ban. Speciális helyzetből vágsz neki az Európa-bajnokságnak, hiszen hónapokig nem versenyezte egy sérülés miatt, az elmúlt hétvégén volt egy versenyed. Ennek tükrében milyen állapotban vagy? Jó állapotban érzem magam, erőben mindenképpen jobb vagyok. Ugye itt az majd kíváncsi vagyok, mennyire fog kijönni, hogy nem dobtam több mint 7-8 hónapig. Úgyhogy, de szerintem dobtam én már annyit életemben, hogy ezt meg kell tudni oldani. Az EB-n igazából ugye reggel lesz a sejtezünk, én általában reggel sem dobok rosszul, ugye sokszor ugye délelőtt dobunk, úgyhogy én jobban hozzá vagyok szokva, 9:30-kor lesz a sejtező, és szerintem olyan 62-63 méter kell ahhoz, hogy bekerüljek a döntőbe. Az olimpiai kvalifikációs ranglistán milyen helyen állsz, milyen esély van még Párizsra? Hát én múltkor, ahogy néztem, akkor olyan 40 vége fele már inkább 50. helyen voltam, ugye nekem nem volt idénről pontom, tehát én csak a tavalyi második fél éves eredményekkel vagyok ott, amik ugye nem annyira erősek, tehát azokon ugye viszonylag könnyű javítani. Ez egy magas kategóriájú verseny, az Európa-bajnokság, tehát itt egy akár egy döntős helyezés, az nagyon nagy pontokat jelenteni. Egy meglehetősen zaklatott időszak után tudsz újraugrani, még pedig egy Európa-bajnokságon. Röviden, hogyan teltek az elmúlt hónapok? A téli szezont úgy fejeztem be, hogy ugye covidos lettem, és sajnos a jó szezon, ami kezdődött, ugye ahol milyen Németországba készültem, és utána elkezdtem a szezont, az félbetört. Azután sajnos még egy influenza is, és utána jött a bokasérülés, ami hátráltatta a felkészülésemet. Maga a fizikálisan fel tudtam készülni, de a technikai részével ugye voltak kiagyások, mivel nem igazán tudtam ezzel a bokával ugrani. Ezek után mit vársz magadtól Rómában? Én úgy érzem, hogy mellette az, hogy a munkát nagyjából el tudtam végezni, fizikálisan jó vagyok, a technikai rész kicsit hiányzik, szerintem azt a rutinnal tudom pótolni, és igazából én felszabadultan fogok kimenni, és remélem, hogy jól fogok tudni ugrani. Bronzérmet szerzett a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as lány röplabda csapata az országos bajnokság döntőjében. Erdősné Balog Erika együttese a harmadik helyről döntő mérkőzésen 3-0-ra győzte a Békés Csabát. Pénteken játszottunk első körbe az MDK, délelőtt az MDK csapatával, ott szoros mérkőzést játszottunk, 3-1-re sikerült nyernünk, majd délután pedig a Békés Csaba csapata következett, ahol 0-2-ről tudtuk megfordítani, és sikerült 3-2 arányba győznünk. Így csoport elsőként ugye már 4 között voltunk, és akkor szombaton este 7 órakor az utolsó mérkőzést játszottuk a további elődöntőbe jutott csapattal, aki ismét az MTK lett, és azon a meccsen sajnos nem sikerült megismételni a pénteki teljesítményünket. Nagyon görcsösen akartuk ezt a győzelmet, végül 3-1-re kikaptunk az MTK-tól. És ezt követően jött vasárnap a bronzmérkőzés,
Először én egy kicsit féltem tőle, hogy ez az elődöntőnek az elvesztése rányomja a bélyegét a lányok teljesítményére, de nem, mert hál' Istennek nagyon összeszedetten, nagyon szép játékkal sikerült 3-0-ra legyőzni a Békés Csabát, és így a miénk lett a bronzérem. 4 mérkőzésből 3-at megnyert a csapat, dobogóra állhatatok, összességében elégedett vagy a teljesítménnyel? Igen, én összességében elégedett vagyok. Persze az ember mindig gondol arra, hogy ha, a sportban nincs ha. Ugye ez is egy tanulási, ahogy mondta Pampuk Csaba kollégám, ez is egy tanulási folyamat. Meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy ha elődöntőbe vagyunk, akkor hogy kell készülni. Ha újra játszunk egy olyan csapattal, akit már megvertünk, azt hogy kell még egyszer újra megvenni, amit sikerült ugye a Békés Csaba ellen, mert gyakorlatilag itt a hétvégén itt mi csak az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk össze, és egyértelműen mi csoportunk volt a sokkal erősebb, hiszen a második, harmadik és negyedik helyezett csapat is innen ebből a csoportból került ki. A győztes az Újpest csapata lett, kiemelkedtek a mezőnyből egy picit, vagy pedig ezen a hétvégén ők voltak a legjobbak? Ezen a hétvégén egyértelműen ők voltak a legjobbak, bár mi is nagyon szerettünk volna, hogyha velük megmérkőzzünk a hétvége folyamán, illetve ők is, mert ugye az MTK is azt nyilatkozta, hogy a végső győzelemre is esélyes Nyíregyházát tudták legyőzni a döntőbe jutásért. Ez az egy hiányérzetem van, hogy a győztes Újpesttel nem tudtunk játszani, nem tudtunk megmérkőzni, és valójában nem tudtuk lemérni magunkat, hogy hozzájuk képest hol tartunk. A közönségre, a hazai szurkolókra, a hangulatra van-e panasz, van-e hiányérzet, vagy pedig megfelelő volt? Egy percig sem, nagyon-nagyon jó hangulat volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok, tehát hogy élvezetes volt. Hál' Istennek nagyon sok szülő elkísérte a vendégcsapatainkat is, és de a nyíregyházi mérkőzésen pedig úgy éreztem magam, mint egy felnőtt bajnokin, mert szép számmal kirátogattak a röplabdát szeretők, és buzdították a lányokat. A csapat végzett a harmadik helyen, viszont voltak nyíregyházi külön díjasok is, kik ők? A legjobb védekező játékos posztot Farkas Gréta kapta, a legtechnikásabb játékos posztot azt a Rufin Martinez Lilian kapta, és mivel a alapítványi felajánlás volt a legjobb feladó posztjára, és azt nem kaphatta más, csak a bajnok csapat játékosa, de nálunk viszont mint Tolnai Anka, mint pedig Pampuk Gréta extra teljesítmény nyújtott a hétvége folyamán, és ezért ők így megosztva kaptak, de ugye egy-egy külön díjat, mint legjobb nyíregyháziak. A háttérben készülnek a lányok, úgyhogy még nincs vége a szezonnak. A hétvégén U17-es országos döntő, mennyien lesznek ott a mostani bronzérmes csapatból, és milyen esélyekkel, reményekkel léptek pályára Budapesten? Igen, Budapesten lesz, pénteken 2 mérkőzést játszunk, gyakorlatilag az U17-es csapattal a 6. helyen jutottunk nagy csatába, az országos döntőbe. Én úgy gondolom, hogy ott minden mérkőzés és győzelem az már ajándék. Tényleg ez a szezonnak az utolsó fordulója, utolsó mérkőzései. 5 szerepelnek a U20-as csapattagjai közül, úgyhogy bizakodva várjuk, hogy hát ha itt is sikerül valami szép eredményt elérni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.